Hatodik sor. 6, 7, 8. Érkeznek a nézők a Gyenes Diánsi moziba. Sokan voltak kíváncsiak Eperjes Károly filmjére. A Magyar Passió díszelőadása november 4-én a Nemzeti Gyásznapon volt. Azóta több filmszínház műsorra tűzte. Ez az első rendezése Eperjesnek. Hát körülbelül 80 filmben játszott már, tehát otthon van a filmszakmában, ismeri minden csinyát és binyát. Nem most kellett megtanulnia, hogy hogyan kell filmet csinálni. Ráadásul, ahogy beszélgettem vele sokat, hát otthon van. Tényleg a filmtörténetben otthon van mindabban, ami szükséges ahhoz, hogy egy jó filmet csináljon az ember. Államvédelem! Istenem, segíts! A 31 nap alatt forgatott film keresztény erkölcs dráma, ahol az egyház tagjai a jót, míg a kommunista világ elhivatottjai a rosszat adják a nézőknek. Az események 1950-ben játszódnak, amikor egyetlen éjszaka alatt több ezer embert hurcoltak el a kolostorokból, rendházakból, majd felszámolták és betiltották a magyarországi szerzetes rendeket. Van a magyar történelemnek ez a bizonyos szégyenfoltja, amely tulajdonképpen elbeszéletlen, elmondatlan, vagy nem kellően elmondott még a mai kor emberének, és hát különösen azért itt gondolok a fiatalokra, akik számára nagyon-nagyon fontos, hogy tudatosuljon, hogy 1950-ben és az azt követő években mi történt egyházüldözés címén Magyarországon, az akkori diktatúra a jóvoltából. A filmrendezője egyben a főszereplő is, Leopold atya, aki egy kis faluban vezeti a felekezetet, és az események középpontjában harcol azért, hogy a ferences rendet újból felvirágoztassa. Az ember nem rendez, hanem együtt alkot a többiekkel, és az igaz. Eperjes Károllyal a vetítést követően találkozhatott a közönség. A rendező színművész beszélt a film születésének körülményeiről és az akadályokról is. A gyártásvezetőnk Covid-ba például belehalt. Tehát az, aki végül legyártotta, tehát a felvételek kezdete előtt meghalt Horváth Attila, Isten nyugosztalja. Színészek között is volt 3 covidos cserje, nem kellett. Nekem meg az óriási előny volt, hogy 2 covidon túl voltam, így utólag azt mondom, hogy óriási előny volt. A film közben minden nap 1-1,5, ha sok szereplő volt, 2 órát teszteltünk, tehát ez nehezítette. A rendező elmondta, a Várnai Péter címzetes prépost kiadatlan drámájából készült film külföldi címe Merci lesz, hiszen Eperjes Károly szerint az irgalom a legfontosabb üzenete a Magyar Passiónak.